Csak egy kislány van a világon. Ez is a drága Ma már csak kevesen tudják, hogy a magyar hangosfilm ezzel a pár képkockával indult útjára. Persze a Csak egy kislány még nem volt valódi beszélő film, csupán néhány részletét hangosították. De nem csak az új műfaj debütál 1929-ben. Ekkor és itt áll elsőként felvevőgép elé Jávor Pál, és az az igencsak fiatal leány, aki az elkövetkezendő évek során meghódítja az európai mozirajongók szívét. Nagyon szeret. Én majdnem minden koncertben énekelek magyarul, és bár hány éves voltam, amikor elhagytam Magyarországot, voltam 16 vagy 17 éves, és azért még jól megy. Eggerth Márta 2002. májusában újból ellátogat az osztrák fővárosba. 65-70 évvel ezelőtt legnagyobb sikereit ünnepelték itt. Én Eggerth Mártával úgy találkoztam életem először, televízióban. Alfred Biolaknek van egy show-ja minden kedden éjszaka, ahol meghívta a négy magas C-t. Négy énekesnőt, és hát az Eggerth volt az első, és hát valami olyan szellemes volt, tehát pontosan, hogy ma este itt láthattad, hát úgy kijött az a finom, törékeny, magas cég, hogy az ember, ez már akkor is már 85 volt az Isten szeremére. Szóval egy elképesztő, törékeny, gyönyörű személyiség, humor, báj, sárm, nagyon kedves magyar akcentusa van németül, viszont magyarul olyan gyönyörűen beszél, és olyan gyönyörűen énekel, hogy az emberek el kell álljonni tőle. Imádom a magyar nyelvet, gyönyörű. És az egész világon szerepeltem, ugye Németországba, itten, Ausztriába, Olaszországba, Franciaországba, Párizsba sokat, és persze a legnagyobb részét az életemben Amerikába töltöm. És vannak jó amerikai barátaim, illetve amerikai magyar barátaim. És így van azért lehetőség nekem magyarul is beszélni. És
Az én gyerekeim is értenek egy kicsit magyarul, beszélnek egy kicsit magyarul. Mikor járt utoljára Magyarországon? 1939-ben. április 12-ában született Budapesten. Édesanyja korán felfedezi egyetlen gyermeke kivételes énekhangját. Az alig 11 esztendős Eggerth Márta a Pesti Vigadóban lép fel. 15 évesen a Párizsi Kirakat című operett szereplője. Ezt követi az utolsó Verebélylány operett színházbéli bemutatója. A zeneszerző Ábrahám Pál, aki külön betétdalokat ír a koloratúr szoprán számára. Majd jön az Aranymadár Czerkovics Béla muzsikájával. Az elbűvölően szép, alig 18 éves énekesnőt Bécsbe szerződtetik, ahol ekkor már zajlanak Kálmán Imre legújabb operettjének, a Montmartre Ibolyának próbái. Eggerth a második szereposztásban kap helyet, a 9. előadáson azonban már ő énekli a főszerepet, s így egyik napról a másikra egész Bécs megismeri a nevét. Az osztrák főváros után Hamburgban lép fel, szintén a Montmartre Ibolyával, amit a denevér követ. Még nincs 20 éves, hívják a bécsi Staatsoperbe és Berlinbe is, ám Eggerth Mártának végül különös kérője akad. A hangos film. Igent mond. Durch die weiten Felder, durch die grünen Wälder, sie hört so gerne in die Ferne. Dort lief man A első világháború utáni depressziót Bécs és Berlin úgy tűnik lassan kiheverte. A két fővárosban számtalan magyar művész talál második otthonára. Zeneszerzők, filmes szakemberek, színészek és kitűnő énekesek. Virágzik a revű, a szórakoztatóipar, a némafilmet felváltja a beszélő, és megszületik az új műfaj, a filmoperett. Olyan művészek, olykor-olykor opera énekesek állnak felvevőgép elé, mint például Richard Tauber, a szebbnél szebb melódiákról pedig akkor legkitűnőbb zeneszerzői gondoskodnak. Robert Stolz, Ralph Benacki, Walter Jurman, Ábrahám Pál, de érdekes módon Kálmán Imre és Lehár Ferenc neve is feltűnik egy-egy film főcímen. Eggerth Márta 1931-ben érkezik Berlinbe. 1938-ig több mint 30 filmet készít német és osztrák filmateljékben.
A fiatal, csinos koloratúr szoprán részese lesz a nagy csodának, az éneklő filmnek. Vele forgatják többek között a Csárdás királynő, a Havaj rózsája és a Pacsirta című operett filmes adaptációját. Majd pedig arra is lehetősége nyílik, hogy a német nyelvű filmek külföldi verzióiban is játszhasson. Így Eggerth Márta a mozivásznon franciául, olaszul, sőt angol nyelven is megszólal. ...1934-ben készül el a Mein Herz ruft nach dir, azaz a Szívem érted dobog című film, melyben Robert Stolz Verdi és Puccini zenéjét dolgozza át. A 22 éves Eggerth Márta partnere az ekkor már világhírű lengyel operaénekes filmcsillag Jan Kiepura. Az egyszerű filmbéli kapcsolatból csak hamar szerelem szövődik. Hab die Frage mir gestellt, was mir an dir so sehr gefällt. Deine Augen, deine Lippen, ich weiß es nicht. Ich denke nur, wie schön du bist. Eggerth Márta és Jan Kiepura 1936. októberében köt házasságot. De hogy ki is volt Jan Kiepura, azt talán egykori titkára Marcel Pravi írta le a legtalálóbban. Tudnillik, hogy ő volt az egyetlen énekes a 30-as években, aki egyszerre volt szupersztár hangosfilmben és az opera színpadon. Bár Gigi, Skipa és Tauber is filmezett, Kiepura volt mindegyikük között az első. Olyan híres lehetett, mint ma a három tenor együtt, sőt, talán még híresebb. Jóképű volt, mint az ifjú Carreras, a magas hangoknál biztos, mint Pavarotti, és muzikális, mint Domingo. Ezentúl együtt emlegetik a lengyel Jan Kiepurát és elragadó magyar feleségét, Eggerth Mártát. Herz ist rein, nur du allein bist meine Welt, nur du bist mein Sonnenschein. Denn aus deinem Blick strahlt wolkenlos hell mein Glück. Das Leben kann so schön, so schön, so hell. Mein Traum wird wahr, durch dich nur allein. Ich liebe dich, ich liebe dich, uns führt die Welt zusammen. Ich liebe dich, ich weiß, du bist mein, und ich bin Eggerth Mártának rövidesen búcsúznia kell a német fővárostól, ahol a diszkriminatív törvények értelmében többé nem forgathat. Ám Bécs még visszavárja. 1938-ban készül a Kiepura-Eggerth házaspár legismertebb közös munkája, a Bohém élet filmváltozata Bolvári Géza rendezésében.
Puccini muzsikáját megint csak Robert Stolz dolgozza át, illetve egészíti ki. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Was haben Sie denn? Sind Sie vielleicht so rasch gegangen? Wahrscheinlich bin ich die Landluft noch zu wenig gewöhnt. Aber schön ist es hier. Ja? Wunderschön. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie mir zugeredet haben, mit Ihnen zu fahren. Für mich sind das die schönsten Pfingsten, die ich je erlebt habe. Für mich auch. Hamarosan Ausztriát is eléri Hitler keze, így világossá válik, a házaspárnak távoznia kell. 1938-ban az Egyesült Államokba utaznak, ám a háború előtt még egyszer visszatérnek Európába. Eggerth Márta ekkor jár utoljára Budapesten. Jen Kiepurát a Metropolitan Operába hívják, a bohém élet Rodolfját énekli. Eggerth Márta pedig az Európai Színházak és mozik után meghódítja a Broadway-t. A még mindig alig 30 éves, immár világhírű művésznőre Hollywood is felfigyel. Két filmben Judy Garland partnere. Amerikában az operaénekeseknek sokkal kevesebb megbecsülés jut, mint a Broadway csillagainak. Erre gondol Jan Kiepura is, amikor végérvényesen lemond az opera színpadról. A házaspár részt vesz a világhírű Lehár operett a vígözvegy felújításán, és egész Észak-Amerikát bejárják. A repertoár nem merül ki az angol változatban. Hanna és Danilo kettőse megszólal németül, franciául, sőt Kiepura anyanyelvén lengyelül is. A karmester Robert Stolz, Eggerthék jó barátja, aki az európai évek alatt a legnépszerűbb slágereket komponálta a házaspár számára. Jan Kiepurát bálványozták a nők, ez persze Eggerth Mártának nem tetszett túlságosan. A nagyszerű komponista és a család jó barátja, Robert Stolz, talán hogy a feleséget bosszantsa, megírta a későbbi legnépszerűbb Kiepura slágert, Legyen szőke, barna, mindegyik nőt imádom. Ein Lied für dich komponiert, das ist wie für dein Leib geschrieben. Dieses Lied repräsentiert Jan Kiepura. Darauf sage ich ja. Wieso? Der Robert Stolz hat sich ans Klavier gesetzt und spielte. Oh blond, oh brav, ich liebe meine Frau. Ich denke immer zu an eine Blut, denn diese eine, diese kleine, die hat meine und meinen Mut, hat die kleine, ja, das eine ist wie sonnenklar. Oh blond, oh braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß, doch was ist du? Ich denke immer zu an eine Fluss, denn diese eine, diese kleine, die hat beide und einen Mund hat die kleine, ja, das eine ist mir so klar. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Denn die eine, die ich meine, küsst ja.
Így telnek múlnak az évek, míg a háború után lehetőség nyílik a visszatérésre. Európai koncertkörutak egész sora következik, ám a házaspár soha nem költözik vissza az öreg kontinensre. Az NSZK-ban a Mosoly országának filmre vitelét bízzák az ekkor már-már legendás művészházaspárra. Kiepura visszatér Varsóba, ahol valósággal nemzeti hősként ünneplik. A számtalan európai látogatásból mindössze egy város maradt ki időről időre. Budapest. Nina, ach, uśmiechnij się, urok twoich ust oczarował mnie. Chcę cię całować, Nino, wysłuchaj mnie. Jan Kiepura New Yorkban hal meg 1966-ban, 64 éves korában. Férje halála után Eggerth Márta teljesen visszavonul. 5 évvel később azonban újra színen a még mindig fiatalos és hihetetlenül energikus Márta Eggerth. Egészen új korszak kezdődik életében. Szóló koncerteket ad, tévéfelvételeken vesz részt. Németországban például a Tethely című sorozatban vállal jutalom szerepet, de többször látni osztrák és francia színpadon is. És persze nem csak játszik, hanem énekel. Ha operettről van szó, soha nem tudni, hogy éppen milyen nyelven szól majd az előadás. Németül, angolul, franciául, olaszul, vagy lengyelül. Bár egész kiskorától szerepelt külföldön, az igazi sikert és hírnevet Kálmán Imre bécsi bemutatója hozta el a 19 esztendős Eggerth Márta számára. Ma 92 éves. Vendégszereplései mellett amerikai egyetemeken mesterkurzusokat tart. Tanítványainak olyan operettről mesél, amilyent Lehár Ferenc és Kálmán Imre álmodott. Áldott magyar hazám,
Вот вираг уж видик Накшитет хортовань Дюлет вартоків чаки Сосини Tőlem várszok az én.